Sziasztok, kezdjünk is bele a második epizódba. Ami pedig a fekete mágia birodalma, ősi kastélyok és furcsa szörnyetegek várnak. Ez itt Romero epizódja. A titkos pályán kívül az összeset ő készítette. Illetve most még megemlíthetem, hogy a második epizódon kívül Romero csak két pályát csinált. Az első és a harmadik epizód kezdő pályáit. Jó, erre még... Ó! Bezártak engem ide. Nem tudom, hogy... Ez... Jó, úgy tűnik, hogy időzített, erre egyáltalán nem emlékeztem. Végben egy kicsit érdekes számomra, hogy minden egyes epizód kezdő pálya ilyen katonai bázis, viszont utána már rögtön a második pálya teljesen más. Szóval most is ugyanaz van, mint az első epizódban. Itt is valahol van egy slipgate, egy teleport, és azt meg kell találnunk. Számomra ez egy kicsit unalmasabb helyszín. Nem azért, a pálya dizájn az jó, de... Azért én jobban szeretem a kastélyokat, meg az ilyen... rúnás helyszíneket. Nem tudom, a bázisok kicsit unalmasok. Hogyha erre jövünk, akkor találkozunk az új ellenfelünkkel, ami... nem más, mint az Enforcer. Ez egy olyan emberi ellenfél, ami nem hickeles. Nem tudom, hogy nehezebbnek szánták-e, mint az alapgrántokat, de lehet kerülgetni, szóval szerintem sokkal egyszerűbb. Na. Érdekes egyébként, hogy Romerót mennyire érdekelték az epizód kezdő pályák. Lehet, hogy ő több bázist szeretett volna. Tudom, hogy az id szoftveren belül volt jó sok nézeteltérés, és azért hagyta el Romero azután az idet. De nem tudom, hogy vajon ennek is köze van-e hozzá. Jó, azt még ott kiszedhetjük. És megvan minden. Jó, majd valamikor elérünk odáig is. És érdekes ez az Enforcer, mert ő még normális mondatokat is szokott mondani, például, hogy freeze, most azt mondta. Szóval lehet, hogy az nem is zombi. Fogalmam sincs. Kicsit több életük van, mint a grantoknak, de még ez se vészes. Na, üssük meg ezt a fedrácsot. Eléggé gyanús, hogy egy nyílt terep közepén van. Illetve MS-t is lőjük meg egy párszor. Ami azért lesz jó, mert megszerezhetjük ezt a sebezhetetlenséget, ami engem nem érdekel egyáltalán. Csodálatos célzás egyébként. Igen, nem sok mindenre lehet felhasználni ezt a sebezhetetlenséget szerintem. Meg ez az első pálya, szereztünk magunknak már piros páncélt is. Szóval nem mondhatjuk, hogy nehéz dolgunk van. Na, az ott kinyílik. Jó. Lehet, hogy nektek kicsit unalmas ez a pálya, de mondom, azért a pálya dizájn miatt szerintem nem az. Még úgy is, hogy a helyszín szerintem nem valami érdekes. És néhány része jól néz ki, például itt a fény-árnyék viszonyok nekem tetszenek.
Jó, először jöjjünk ide. Következő titkos helyünk az ez a rejtett sárga páncél, amit föl sem tudok szedni, mert a piros az annyival erősebb. Na. Quad damage. Ha nailgunnal kombináljuk, akkor szerintem akár már a pálya végéig is elrohanhatok így. Nagyon egyszerűen. És jó, minden titkos hely megvan. Ami azért fontos, mert... Ha, úgy emlékeztem, hogyha ide jöttök, akkor bezáródik mögöttetek egy ilyen rács. De hát ezek szerint nem. Jól van, ez lett volna a kezdőpálya. Mondom, ugyanolyan, mint a Slipgate Complex, itt is csak meg kell találnunk egy teleportot. És már rögtön egy teljesen más helyszínre érkeztünk. Mégpedig az Ogre Citadelhez. Na, kicsit sötét a játék itt, de nem probléma, mert azért még lehet látni. Egy-két lovaggal kell megküzdenünk, de ezek egyszerűek. Hogyha tudjuk, hogy hogy kell lenyomva tartanunk az S-gombot. Viszont azért valamennyit sebződtem, akár vissza is mehetek életért. Ez se lesz egy valami hosszú pálya, de... lassan kezd nehezedni a játék, szóval figyelni kéne. Ó, átjött a fiend. Akarom én infightoltatni őket. Tudjátok mit? Nem, megküzdök inkább vele normálisan. Néha ez még biztonságosabb. Negyvenhat élet, ez nem túl jó. Ezen a pályán is lesz néhány csapda. Például ez a démon arc itt. Hogyha közel vagyunk hozzá, akkor nem lő, viszont ilyenkor elkezd tüzelni. Ó! Valahonnan eléggé nagy távolságból már megtámadott az az ugre. Ez pedig ott egy sárkány, igen. Ó! Hát az nagyon jól ment. Vigyázzatok, mert most itt valami csapda fog jönni. Emlékszek, hogy valamikor itt két ugre közé kerültem. Aha. Itt jelenik meg. Legalább szerzünk tőle egy-két rakétát. És remélem, hogy jó útvonalon jövök. Szerintem igen. Ez a kapcsoló ott kint felhozza egy kicsit azt a platformot, szóval majd ott tovább lehet haladni egy kicsit később. Ó! Nem akarok leesni, és kevés az életem, szóval most kell óvatosan vinnem ezt a részt. Oké, megvan a nail gun. És szerintem most megéri egy kicsit rohanni a következő részen át. Jó, az nem lett volna jó, hogyha lelök engem a fiend. Ajaj, nem állok jól életügyileg. De legalább megvan az arany kulcs, jaj. Nagyon kijöttem a gyakorlatból. Ott még biztos vagyok benne, hogy volt más titkos hely is, szóval nézzünk el erre. Vagy... ó! Oh. Na te még itt voltál, jól van. Igen, arról a helyről beszélek.
Mennyire fottam vissza a gránát ekkora távolságból, szerintem jó lesz. Először viszont a lovagokat szedem ki, mert azok is hidegesítőek egy kicsit. Meg el is találhatnak, szerintem. Jaj. Jó. Meg is lennének ott az ogrék. Ez itt egy jó hely, mert találtok páncélt, plusz életet, illetve hogyha lejöttök erre talán, akkor még egy gránátvetőt is találtok. Hát akkor most azt hiszem már megkereshetjük az aranyajtót. Hogyha rájönnék, hogy hol van. Na, itt van. Jaj, ne fogyasszuk el az összes gránátot, mert kelleni fog későbbre. És igen, ez oda-vissza halad. Illetve még eszembe jutott, hogy a pálya elején volt egy olyan rész, amit nem teljesítettem. Viszont előtte még rá kell jönnöm, hogy az merre volt. Ó, szépek egyébként ezek az ábrázolások. Itt kéne visszajönnünk. És ott lent még nem voltunk. És azért nem jöttem még ide, mert a zombikkal úgyse bánhatunk el gránátvető nélkül. Még minden igaz, akkor még itt volt egy... Azt hiszem hallottam is a hangját. Vagy mégse? De itt volt. És most nem tudom, hogy hova érünk, de... Próbáljunk. Ja, igen, tudom, hol vagyunk, itt jobbra kell jönni. És ez itt már a pálya vége. Ezért kell megtartanotok a gránátot. Mert itt van pár zombi, és ugye most csak a... gránátvető jó számukra. Az ugrét is megpróbálunk kiszedni. Jaj! Na nem baj, átszaladok ide. És még ott is van egy zombi. Illetve lent egy fiend. Ó, ott nem tudsz átjönni. Ez így jól jött ki nekem. Oké. Erre kéne jönni. Itt van egy ilyen felvonó, jól van. És ide kerültök vissza. Valamiért úgy emlékszek, hogy régen nehéz volt nekem átugrálni ezeket a sziklákon, de... pedig nagyon egyszerű. És elértünk a pálya végére. Ugyanolyan ajtó fogad minket, mint az első epizódban, csak ez... még véresebbnek tűnik. Még démonibbnak. Hát akkor... itt kezd el igazán nehéz lenni az epizód. Ez itt a Crypt of Decay. Itt eléggé figyelnünk kell a muníciónkra. Főleg majd a Nilgára. Nagyon rendes. Itt van az új ellenfelünk, a Death Knight. És ráadásul a játék mögénk rakja be az első ilyen ellenfelet. Ami tényleg eléggé aranyos. Most az ogre legyőzött nekünk egyet. Körülbelül azt kell tudni erről az ellenfélről, hogy olyan, mint a lovag, csak kétszer annyit sebez, háromszor annyi élete van. És van távolsági támadása is. Jól van, hogyha már itt vagyok, bemutatom az újabb ellenfeleinket.
második új ellenfél a pályán, ez a Rotfish. Amiknek az az érdekessége, hogy két ellenfélnek számítanak, ezért olyan pálya, ahol Rotfish van jelen, nem lehet igazán a 100%-ot megszerezni. Jó. Azt hiszem, hogy erre minden megvolt. Igen. Föntről pedig gránátokat dobálnak rám az ogrék, ami nem túl rendes. Azt hiszem, hogy itt 6 Rotfish-sel találkozunk, szóval 54-ből akkor 48 a maximum kill, amit megszerezhetünk. Ez ide vezet minket, jól van. Szerencsére van hová hátrálnunk. Veled pedig még nem végeztem a múltkor, jól van. Másik ugra a háttérben, nem akarja sebezni a társát. Nem. Meglepően jó az AI. Általában teljesen mindegy, hogy ó, kifogytam minden lőszerből, ez így nem jó. Jó, Soti. Ez nekem kellett. Igen. Eléggé rosszul állok lőszerügyileg. És ezen a pályán még arra is figyelni kell majd, hogy lesznek zombik. És a gránátvetőt azt későn kapom meg. Szóval itt tényleg nagy hátrány a shotgun start. Ezt itt, hogyha aktiválom, akkor a túloldalon át tudok haladni a kapun, és a zombikat még csak kerüljük ki. Jól van, erre kéne jönnöm. Na, infight, muszáj lesz. Muszáj lesz az infight, mert anélkül elfogyna az összes lőszerem. Na még te is, azaz, tökéletes. Fight! Ó, beakadok itt a falba. Tökéletes. Túloldalról meg a zombi lő rám. Nem baj, megvan ez is. Az a piros páncél sokat segített. Jó, aranykulcs még nincs meg. Akkor csak erre tudok tovább jönni. Összekötjük itt a pálya különböző részeit. Oké. Eléggé egyértelmű csapda, hogyha közel jutunk hozzá, akkor aktiválódik. Én úgy szeretem ezt vinni, hogy a szélének neki szaladok. És aztán viszonylag biztonságban átfuthatok rajta. Az életet még nem akarom felszedni. Oké, jól ment. Itt pedig az egyetlen megvilágított helyen találunk egy plusz életet, meg páncélzatot, ami nem kell. Itt pedig a portál a túloldalon van. Elspoilerezem előre is, ez lesz a titkos pálya megszerzési módja. Ó! Oh. Már is itt van egy zombi. Mennyi munícióm van? Jó, először kiszedem a zombikat, akik ott nagyon szépen egy helyben vannak. Aztán pedig néhány ugra engem szerintem később elkezdene idegesíteni, szóval velük is foglalkozok. Jaj. Azért néha eltalálnak engem. Nem baj, én ki akarom őket szedni. Oké. Életügyileg még jól állok. A páncélzat az lehetne jobb.
De nem baj. Az a lényeg, hogy itt szerintem megéri előre kiszedni az ellenfeleket, mert gondot okozhatnak később. És most nem tudom, hogy merre haladjak tovább. Nézelődni fogok akkor. Jaj, egy dolog az az, hogy ilyenkor már megnyílott a pálya elején egy ilyen titkos hely, ami kelleni fog nekem. Itt Nilgál lőszert szerezhetünk. Nem tudom, hogy pontosan melyik cselekedetetek nyitja meg, de ilyenkor megéri visszanézni, hogyha shotgun startoltok. Ja. Ha a zombikat kilövitek, akkor az triggereli ezt az ajtót. És több gránátot szerezhettek. Na, itt is van az aranyajtó. Jaj! Leszedi itt az összes páncélomat. Lehet, hogy megérné visszahaladni az egyik sárga páncélért, bár most hirtelen nem tudom, hogy hol hagytam. Jaj. Jól van, unalmas. Sem blur harc. Sem blöröket csak akkor szeretem, hogyha a pályadizájn tényleg kihívássá teszi őket, és nem csak így elbújni kell. Elég sok rakétám van, és pálya végén használhatatlanok lesznek, szóval most próbáljuk meg használni. Na, egy kis infight, kérem. Szuper. De azokra még mindig csak engem akar lőni. Oké, hát én nem panaszkodok. Életet is kapunk. Ó, itt egy nagyon jó kis csapda van. Ó, rosszul időzítettem, de egészen egyszerűen sebződés nélkül eljuthattok idáig. Itt viszont az ognével kombinálva ezek a csapdák eléggé idegesítőek tudnak lenni. Az a lényeg, hogy figyeljetek mindegyikre, és elég, hogyha egyszerre egyet kerültök így ki. Jó, én most azt csinálom, hogy megszerzem a... Nem szerzem meg, inkább leesek, hogy ne. Ott van egy quad damage, ami nekem kelleni fog. Azért fog kelleni, mert a pálya vége eléggé nehéz. Életet viszont tudok szerezni, ami nagyon boldoggá tesz. Mert enélkül szinte lehetetlen lenne ez a rész. Számomra legalábbis. DSP, tudom, hogy csak simán baltával kivinné az egész pályát. Na de akkor, hogy is volt ez? Ó, itt van egy Dead Knight. De akkor hogy kerültél ide? Nem. Kettő is. Oké, legalább itt valamennyire biztonságban küzdhettünk meg. Biztonságosnak ezt nem mondanám, de lehetett volna rosszabb is. 70 élet az... Not great, not terrible. Na most már kezd terrible lenni. Most már egyértelműen kezd terrible lenni. Te jó ég, ezt hogy fogom én megcsinálni? Visszamegyek életért, mert valahol biztos hagytam. Igen. 24, elég lesz az. Itt még talán valami. Ott még van. És egy semblőr van ott fönt. Jó, átszaladok itt. Lentről is kiszedhetném, viszont talán nem a legjobb megoldás. Ó, még... Mindenki ide akar jönni most. Hát jaj, mi történik itt? Jól van, akkor így fogom vinni a pályát.
most már csak nem rontom el. Oké, okay. A híd az aktiválva van. És amit én csinálni akartam, csak elrontottam azt az egy ugrást. Az az, hogy oda át akartam ugrani quad damage-ért. De hát akkor szerintem most már hagyom is. Most már tényleg értelmetlen. Itt már csak egy Death Knight-tal találkozunk. Meg egy Shambler-rel. De akkor már kiszedem ezeket. Quad damage nélkül. Nagyon szomorú, de ez van. Hogyha azt ott meglövitek, akkor ide jöttek egy titkos helyre. A víz alatti korlát eltávolodott. Mármint eltűnt. Ez eltávolította. Ott lenne a pálya alapbefejezése, viszont én a titkos exitet fogom most megkeresni. Előtte ugorjunk át ide, és itt lett volna a quad damage-ünk, ami most már teljesen használhatatlan. Na de hogyha itt jöttök, akkor találunk egy jó kis easter egget. Well of Wishes. Sebezhetetlenség. Légzőkészülék. És a Dopefish él. Hát nem is lenne ez retro FPS, ugye, Dopefish easter egg nélkül. Jó, itt volt az a sárga páncél. Ezt itt felejtettem. Ezzel egy kicsit egyszerűbb lehetett volna a pálya vége. És most, hogy ez megvolt... Ja igen, pont ide kell jönnöm. Itt volt az a korlát. És... Igen. Az a hat... Rotfish az nem lesz meg nekünk, mert valamiért két ellenfélnek számítanak. Ezt én sose értettem, de ezt a magyarázatot találtam az interneten. Na. Ennyi is volt ez a pálya. És eléggé fura, hogy a Nightmare módot, ahol kiválasztjuk, ott is már előre egy utalást találhattunk a Dopefish easter egg-re. Na de ahogy mondtam, ez már egy fokkal nehezebb pálya volt, de... Következő rész még meg lesz, és aztán következik a lehetetlen. Legalábbis lehetetlen shotgun starttal kimaxolni Nightmare-en. Jó, biztos, hogy tassal sikerülne, de így nekem gyakorlatilag szerintem nem fog menni. Ezért valami mást fogok oda kitalálni. Na. Következő pálya, azaz Under Earth lesz. Ez az egyetlen pálya az egész epizódban, amit nem Romero készített. Na de ezt már csak a következő részben fogjuk vinni. Addig, sziasztok!